Barátkozás, játék, tanulságos és vallási történetek megismerése. Így néz ki egy hittanóra a szabadkai október 10. általános iskolában. A felsős diákok sajnálnák, ha megszűnne ez a tantárgy. Átveszik az anyagot, és akkor ezt az anyagot kísérve játékosan is megtanuljuk, és hogyha azon az órán jók voltunk, akkor az utolsó 5-10 percet azt eltölthetjük vagy beszélgetéssel, vagy a tanárnővel beszélgetéssel, vagy pedig egy ilyen közös játékkal. Jó, Lária a következő. Nagyon sok imát is megtanultunk, és én hálás vagyok ennek, és szerintem az ima az egy fontos dolog. A 7. osztályos Lipták Lórend kedvenc tantárgyai közé sorolja a polgári nevelést is. Ezen az órán szabadon megvitathatják az élet fontos kérdéseit. Nyugodtabb óra, ahol nem minden azon múlik, hogy most ezt meg kell tanulnom, hanem ez nekünk segítség, hogy tovább sokkal könnyebb legyen. Tehát nem csak úgy, hogy minden alapvető dolgot tudjunk, és hát azt is, meg még minden más, amit most jelenleg a szülők is így átélnek, amit nekünk majd egyszer mi is szülők leszünk, mi is felnőttek leszünk, és nekünk is majd így ugyanebben a felelősséggel kell tennünk dolgokat. A polgári nevelés, mint tantárgy nem létfontosságú az oktatásban, véli Körmendi Aranka, polgári nevelés tanár. Hogyha tehermentesíteni szeretnénk a tanulókat, akkor talán ezeket a tartalmakat és témákat az osztályfőnöki órákba lehetne valamilyen módon belesűríteni. Az iskola igazgatója sem tartja elengedhetetlennek a polgárit, mivel az erkölcsi nevelés minden tanár feladata. Egymáshoz való viszonyulás tartalmakat, tehát ilyen tartalmakat dolgoznak fel, hogyan legyünk jobbak, amit tulajdonképpen minden órán tanulnak a gyerekek. Tehát erről, tehát hogy hogyan legyen valaki jó, és még jobb a mindennapi életben, ez az oktatás lényege, és ezt minden tanár, minden tanórán kell, hogy gyakorolja. Srügyen Verbigy, a szerb oktatási miniszter úgy véli, a hittan is a polgári nevelés megosztotta a diákokat, mivel nem járhatnak mindkettőre, ezért is csökkenteni a két tantárgy oktatási éveinek számát. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár választott tantárgyként megtartaná ezeket a tárgyakat az általános iskola teljes tartalma alatt és a középiskolában is.